A keddi temesvári Eurochallenge mérkőzés követően lépett pályára Nyíregyházán a Körmend és a hazaiak, remélve, hogy a vendégek lábaiban még ott van a két nappal korábbi meccs fáradalma, azonnal nekiestek ellenfelüknek. A vasiak csak a negyed hajrájában zárkóztak fel, így 8 pontos NKK előnnyel zárult az első negyed. A nagyszünetben 12 ponttal ment a Nyíregyháza, és a fordulás után sem változott a játékképe. Hazai oldalon mindenki hozzá tudott valamit tenni a csapat teljesítményéhez, így csak az volt a kérdés, hogy elérik-e a 100 pontot Déviszék. Ez végül nem jött össze, de a 97-80-as sikernek így is nagyon örült a csapat és a közönség. Nagy hangsúlyt fektettük arra, hogy a mérkőzés elején az ellenfélnek mutassuk meg, hogy a mai mérkőzésen esélye sincs itt nyerni. Kicsit úgy gondolom, hogy az zalaegerszegi mérkőzéshez hasonló a koreográfia. Jól kezdtünk, az ellenfél magára talált, voltak nekik is jó periódusaink, nekünk is. Talán hamarabb is el lehetett volna ezt a mérkőzést dönteni. Ismerve azért a körmendi kosárlabda tradícióit és hagyományait, tudtuk, hogy nem fogják feladni, és az utolsó pillanatig küzdeni és hajtani fognak. Én úgy érzem, hogy a körmendi csapat egy kicsit most fásult volt, fáradt volt, semmiatt nem tudott kellően erre a mérkőzésre ráhangolódni. A nyíregyházi csapatban Davis és Berkis átlagon felüli teljesítmény nyújtott, de a többiekre sem lehet panasz a szakembernek. Davis a mai nap folyamán extra volt, ő benne egy dupla motiváció volt, hisz megérkezett barátnője Finnországból, illetve ő játszott Körmenden, és gondolom meg akarta mutatni, hogy akkor nagy hiba volt őt elküldeni. Martin Berkis hozta, amit tud, üres három pontos dobásait nagyon jó százalékkal értékesítette. Talán egy kicsit Anthony Nelson volt gyengébb, az ő mentségére szolgál az, hogy három hétig nem edzett szinte semmit. A héten dolgozott először, úgyhogy egy teljes hetet végig. Én úgy gondolom, hogy ő most egy kicsit fáradtsággal, illetve ha nem is izomlázzal, de úgy érzem, hogy, nem kellően friss, és emiatt hozott rossz döntéseket. Annak külön örülök, hogy a cserepadról beszálló játékosok, mindenki kosarat tudott dobni, vagy hasznos tagja tudott lenni a csapatnak. Hét mérkőzést követően a Marsóvagép NKK 3 győzelemmel és 4 vereséggel áll az NB1-es tabellán. A nyíregyháziakra 3 meccses idegenbeli sorozat vár, sorrendben Pakson, Szombathelyen és Székesfehérváron lépnek pályára Ferenczi Tamás tanítványai.